Jó reggelt kívánok, és jó reggelt kívánok Schmidt Jenőnek, a TÖOSZ elnökének. Mi az a TÖOSZ? Jó reggelt, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. És van olyan, hogy Magyar Önkormányzatok Szövetsége, mi a különbség? Igazából ugyanilyen önkormányzati érdekképviseleti szervezet, mint a TÖOSZ. Ma a taglétszámban lehet különbség, ma Magyarország legnagyobb önkormányzati szövetsége az a Települési Önkormányzatok Szövetsége. Van kettős tagság? Több mint 1766 taggal. Van persze. Na, hát akkor voltak éppen együtt dolgoznak. Hát voltak éppen 7 önkormányzati szövetség. Na, szépen vagyunk. Azt állítják egyes rosszakarók, hogy eleve veszteségesek az önkormányzatok erre az évre. Tehát, hogy lényegét tekintve nem lehet kigazdálkodni a települések költségét és az önkormányzatok fenntartásának költségét abból a költségvetésből, ami egyes önkormányzatokra jut. Ez igaz? Hát nem rosszakarótnak mondanám, hanem realistáknak, akik elolvassák a költségvetési törvényt, és látják a normatív támogatásokat és a feladatfinanszírozásnak a részletkérdéseit, azok látják azt is, hogy azzal, hogy a településeknek ez a 8%-os SZIA kiegészítés, ez elment ugye az oktatásra, és ezen kívül még a gépjárműadónak egy bizonyos része is, ugye 60%-a is oda megy, ezáltal a kis települések, és még egyszer hangsúlyozom, hogy csak a kis települések tekintetében, az az általános támogatás, ez a 3 millió forint, ami szabadon felhasználható támogatás egy település életében. Lélekszámarányosan ez növekszik értelemszerűen, mert a 100 fős is 3 milliót kap, és az 500 fő fölött pedig szépen növekszik. Az bizony nem lesz elég az egyéb feladatokra. És akkor mi van? Különösebb probléma véleményem szerint nem lesz, hiszen azt lehet látni, hogy azért az államháztartási költségvetésben egy 400 milliárdos tartalék alap van jelen pillanatban. De az nem önöknek van. Az lehet, olyan hogy sorállás van már, most gondoljon bele az oktatás ügyében. ez igaz, de ennek ellenére a belügyminisztérium költségvetésében van egy szerkezet átalakítási alap, ami szintén egy 20 milliárdos. Én azt gondolom, hogy a felméréseinket most készítjük el az ügyben, hogy egy-egy település típusoknál ez mit jelent mínuszba, és innétől kezdve pedig majd szeretnénk találkozni államtitkár úrral, hogy ezt valamilyen módon módosítjuk. Nem nagy pénzről van szó különben. A számításaink szerint, hogy egyensúlyba lehessen hozni ezt a feladatfinanszírozási részt, ez kb. 15-20 milliárd forint országos szinten, és legfőképpen a 2000 fő alatti településeket érinti, ami 2300 darabban Magyarországon. A belügyminisztérium azt mondja, a kötelező feladatok finanszírozása nem terjed ki a választott tisztségviselőknek megállapított juttatások ellentételezésére, mint például a település polgármesterének juttatásai. Magyarán szólva, erre a felvetésre, amiről mi most itt beszélünk, a belügyminisztérium azt mondta, hogy ja, kérem, kedves polgármesterek, nem kéne annyi pénzt fölvenni, meg polgármester hölgyek. Hát ez elég álságos, én azt gondolom, hogyha valaki ilyet nyilatkozik, mert nem nagyon vesznek föl pénzt. Hát ez a sajtóhoz te hivatalos közlemény. Akkor majd a sajtóosztály nézze meg azt igazából, hogy egy társadalmi megbizatású az mennyi pénzt keres, mint polgármester, és szeretném felhívni a figyelmét a sajtóosztálynak arra, hogy közmunkaprogramokat irányít, és a település életét úgymond elég rendesen szabályozza és befolyásolja. És van még egy érdekesség, hogy megvan a polgármesterek jogadalmazása, ez jogszabályban írva, és innétől kezdve ki lehet számolni azt, hogy mennyit kell úgymond keresni egy polgármesternek, mint társadalmi, mint főállásúba. De visszatérve a probléma egészére, nem a polgármesteri bérre van a probléma, akkor én elkezdeném sorolni, hogy mi az, ami úgymond kimaradt a feladatfinanszírozásból. Vágyan, ez arra jó, amit most a belügyminisztérium mondott, hogy az adott településen élők azt mondhassák, hogy na ugye hát megmondta a belügy is, hogy te polgármester, te keresel olyan sokat, és emiatt van csőd? Viszed haza a pénzt a hivatalból? Hát én nem tudom, ez mire jó? Hogy mire jó, de végig kell nézni a feladatokat, ezt a államtitkár úrral is beszélgettük, hogy most jön a dolognak a finom hangolása, tehát kvázi van egy elképzelt rendszer, ami vélhetően jól is működhet, de viszont most akkor nézzük meg, hogy mi az, ami kimaradt belőle. Mennyit keres egy polgármester egy kis településen? Hát 100 bruttó, 100 és 200 között attól függ, hogy mekkora település nagyság. Tehát ez az az elképesztő összeg, amit nem kéne ilyen nyakra főre juttatásként hát hazavinni, meg mit tudom én, hogyha van benzinpénze, akkor gondolom még az. Hát benzinpénz, hát igazából ez annyi, amennyit költségtérítésben ott van, amennyit igazából a saját autóját használja, azok hivatalos elszámolási
okiratok, amit a jegyző is ellenjegyez, úgyhogy innétől kezdve nem nagyon tehát van mozgástér. Tehát 2-3 millió forintról beszélünk, mondjuk hát, egy polgármester esetében, ennyibe kerül a településnek. Még annyiba sem. Hát ettől nem élnek jobban a települések, ha ez nem lenne. De hogyan lesz például óvoda? Hogyan lesz bölcsöde, hogyha ezek a saját vállalású tevékenységek mindenkinek a saját döntésén múlnak, hogy finanszíroztatnak-e vagy sem? Azt lehet látni, hogy a közös önkormányzati hivatalok finanszírozása az megoldott. Abból a pénzből kijön, amit jelen pillanatban normatív támogatásként megállapítottak. Az óvoda tekintetében is amennyiben egy csoportnak a létszáma elérje 20-25 főt, mert ugye ez egy kicsit más számítás, mint ahogy a nézők gondolják, nem úgy van, hogy a beiratott gyermekek létszáma számít, hanem azt számít, hogy 25 gyereket beirottak, az lehet, de hogyha 18 az átlag létszám, akkor 18 után kapja a finanszírozást az önkormányzat, mert azért az óvodában elég nagy a fluktuáció, hiszen a gyerekek majdnem fele, azt kell, hogy mondjam, hogy állandóan beteg. Tehát ilyen otárcsúlyokban... Beteg gyerek után nem jár? Beteg gyerek után nem jár finanszírozás, hiszen az nem tartózkodik éppen az intézménybe. Magyarán az óvodának meg az az érdeke, hogy mindenki mindig ott legyen, papíron legalábbis. Ez pontosan így van. Jaj, édes Istenem. Pontosan így van. De ezek önként vállalt feladatok, egy önkormányzattól. Nem. A óvoda bölcsödek kötelező, a település üzemeltetés, a temetkezés, a fügyírás, azt kell, hogy mondjam, ezek mind kötelező feladatok, 20 kötelező feladata van különben az önkormányzatnak. De a feladat finanszírozásban, ami kimaradt, amire azt gondolom, hogy itt nem nagyon gondoltak, az az, hogy a településeknek vannak egyéb olyan dolgai, amit fenn kell tartaniuk, vagy éppen a másik településnek meg kell fizetniük. És akkor mondom, hogy mire gondolok. Szociális kérdéskörök. Gyerekjóléti, családsegítő, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális étkeztetés. Ezeknek a normatívái nem elég, ez hozzá kell járulni. Vagy az orvos, házi orvos, központi orvosi ügyelet. Aztán a következő feladat közmunkaprogramok. Ott abban is van saját erő, amit a településnek úgymond be kell tennie. Igaz, hogy 10%, de 10% is pénz. Aztán ezeken kívül még vannak egyéb olyan, azt kell, hogy mondjam, kötelező feladatok, amihez neki úgymond hozzá kell járulnia, mondjuk falugondnoki szolgálat, ami megint nem jön ki. De ezekre mindre nincsen központi összeg? Van valamennyi, még egyszer mondom, van valamennyi, de az nem elégséges a feladatállátásához. Ezeket kéne kipótolni, és ezekre nem elég a költségvetés, ha így jól van, értem. Így van, hát jól érti, 2500 településnél azt látjuk, hogy ez picit mínuszos lesz. Tehát 20 milliárd? Hát körülbelül úgy számoljuk, hogy 20 milliárd forint, ami azt jelenti, hogy az alaptámogatást kell valamennyire megemelni, település lélekszámtól függően, mert ugye, és van még egy érdekes kérdés, amit az előbb kihagytam, az pedig az étkezés, hiszen az étkezés ma már a települési önkormányzatok kötelező feladata. Ez a bóvó azt is jelenti például, hogy ha egy kis faluba van egy gyerek intézmény, ami egy szociális intézmény, annak az étkezését annak a falunak kell ellátnia, ami meg megint fizikai képtelenség. Tehát azért mondom, hogy van jó pár probléma, ezeket meg lehet oldani, de itt az alaptámogatást növelni kell. Általában azt kell, hogy mondjam, hogy 500 főig egy olyan 3 millió forinttal kéne megemelni, 500 és 1000 fő között egy 5 millióval, 1000 és 2000 fő között egy olyan 7 millióval kell megemelni az alaptámogatást. És innentől kezdve azt gondolom, hogy rendben van. Én optimista vagyok, mert ezen az úton most már végig kell menni. Itt igazából ezt helyen rendbe kell rakni, és nem nagy pénzigénye van annak, hogy ez rendben legyen téve. Hát akkor az optimizmusát tartsa meg, és sok sikert a tárgyalásokhoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Én is.